Szilágy Somjón 2005-ben hozták létre a Holokauszt Múzeumot a helyi zsinagoga épületében. A múzeum létrehozásában nagy szerepe volt annak a Hecht Sándornak, aki Szilágy nagyfaluból származott el Amerikába, ahol ma is él és ahonnan ma is segíti a hazai zsidó közösséget. Az idei megemlékezésen ő is jelen volt, hangsúlyozva a fiatalok szerepét abban a munkában, amelynek célja annak a több mint 6 millió zsidó emlékének ápolása, akik a holokauszban vesztették életüket. Ebben az évben a téma azért volt nagyon fontos, mert a lényeg benne az, hogy átadjuk a responsibilitátet a fiataloknak, és azért ez egy olyan intézés volt, hogy itt voltak iskola gyerekek négy országból, és őkre fog ez maradni 10-20-30-50 év múlva, hogy ne legyen ez a rossz idő elfelejtve, ne legyen elfelejtve ezeknek a 6 millió embereknek a lélekük. A szilágysomjói eseményen négy ország zsidó képviselői voltak jelen. Izrael, Moldva és Románia mellett Magyarország is képviseltette magát. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy Erdélyben a 200 ezer elhurcolt zsidó honfitársunk egyik leggazdagabb közössége volt a szilágysomjói, és a holokauszt nemzetközi megemlékezésén Szilágysomjón részt vehessünk, elmondhassuk azt, hogy Magyarország együtt él a zsidókkal. Az nagyon fontos, hogy a mindenféle nacionalizmus félretéve a gyerekekbe a szeretet és a közös egyreműködés legyen a fontos. Az ünnepség a zsinagógában található Holokauszt Múzeum meglátogatásával kezdődött, majd a helyi polgármesteri hivatalban folytatódott, több ország fiataljai zenés felolvasós megemlékező hangulatot teremtettek. Azért fontos, hogy megemlékezzünk erről, hogy ébren tartsuk az emlékét ennek az eseménynek, azért, hogy ilyen többet soha sehol senkivel ne fordulhasson elő.